Igen, alkult munkatársként ismertem meg a Gyurit, úgyhogy egyszer jelentkeztem egy hirdetésre, amit az Artpool feladott, és aztán maradtam, később pedig a Kállai Ernő ösztöndíjon keresztül dolgoztam az Artpoolban, illetve az Artpool anyagával a Performance Happening akcióművészet már korábban elkezdett adatbázisát építettem tovább, és így volt az, hogy ha nem is napi, de azért elég gyakori kapcsolatban voltam az Artpoollal és Gyurival is, ha bár ez a kettő ugye nem feltétlenül jár együtt, de erről lehet, hogy majd még később beszélünk. Hát különösképpen most a születésnapján lehet, hogy épp most itt elmondhatom, hogy én valahogy mindig is azt hiszem nagyon élénken tudatában voltam a Gyuri korának, mert hogy közel azonos idős az apámmal, és így aztán önkéntelenül adódott az összehasonlítás a két ember között, és én azt gondolom, hogy talán azért is tudtam én mindig ilyen nagyon könnyen viszonyulni a Gyurihoz, mert sok közös vonás van köztük, például az én apám is nagyon eleven, és jellemző rá is az a játékosság és játékos humor, meg az a huncut mosoly, ami a Gyurira is szerintem nagyon jellemző, és ami évtizedeken át változatlan maradt. Ugyanakkor Gyuriban pedig azt mindig nagyon nagyra tartottam, azt a szüntelen és megállíthatatlan szellemi aktivitást, az új dolgok feltérképezését, amit hát, ja, mondhatnám azt, hogy eléggé egyedülállónak láttam, és éppen ezért is gondoltam azt még sokszor, hogy a Gyuri egy kicsit olyan, mint egy Isten háta mögött élő tudós, aki nagyjából mindent maga talál fel, nem csak a dolgokat, de azt is, hogy a dolgokat hogyan rakja globális összefüggésekbe. És hát ahogy mondom, hogy Isten háta mögött élő tudós, ez egy kicsit visszautal arra, amit mondtam, hogy miért nem feltétlenül egyértelmű, hogyha az Artpoolba bejár az ember napi szinten, akkor nem biztos, hogy összefügg Gyurival, aki a maga kis szobájában tárja fel ezeket a gondolatokat és az összefüggéseket. És ja, tehát néha azt gondoltam, hogy kár, hogy így ennyire maga világába húzódik, mert azt hiszem, hogy nincsen nagyon sok olyan művész, vagy akár művészeti gondolkodó a kortárs magyar szcénában, aki ennyire elméleti igénnyel és összefüggéseket meglátva gondolkodna a művészet csinálás miben létéről.